Amerika napot tartotta a József Attila lakótelepi Vörös Sándor iskola, gimnáziumi tagintézménye. Pályázatot nyertek az Egyesült Államok Budapesti Nagykövetsége és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Álmaidban Amerika visszainteget című programsorozaton. Ennek keretében a diákok és a pedagógusok betekintést nyerhettek a Budapesti Nagykövetség munkájába, tájékozódhattak az amerikai továbbtanulási lehetőségekről, és új információkat szerezhettek az Egyesült Államokról és annak kultúrájáról. Az iskolánkban nagyon fontos a kiemelt jelentőségű a nyelvoktatás. Azt gondoltuk, hogy ezzel segíteni tudjuk a gyerekeknek a motivációját, nyelvhasználatát és tágítani a világképüket. A pályázatban az iskola stratégiai partnerségben vágott bele egy olyan non-profit szervezettel, az Abakuszán stúdióval, amivel évek óta szoros együttműködésben szervezünk programokat. A fő profilja az iskolánknak az angol nyelvoktatás. Két idegen nyelvű előkészítő osztályban járnak a gyerekek, ahol heti 15 órában tanulnak angolul, de akinek nem angol az első nyelv, az második nyelvként tanulja az angolt, úgyhogy tulajdonképpen az egész iskola minden tanulója valamilyen szinten elsajátítja az itt töltött 4 vagy 5 év alatt. Az angol kultúrát, az angol száz kultúrát, vagy akár az amerikai kultúrát mennyire ismerik meg egyébként az órák során a fiatalok? Van egy idegen nyelvi lektorunk, aki Britanniából érkezett, és már több évet tanít nálunk, úgyhogy végül is első kézből származik az információ a diákoknak. Van egy Erasmus pluszos testvériskola pályázatunk is, ahol rengeteget utazunk, úgyhogy a gyerekek a hétköznapi életükben is használják az angol nyelvet. Nagyon jó barátságokra tettek szert egy korábbi Comenius pályázat során is. Britanniában is szervezünk utakat, bár most az elmúlt pár évben ez a sikeres Comenius és Erasmus pluszos pályázataink miatt háttérbe szorult, hiszen így is utazunk éppen eleget, és ez egy olyan kiváló lehetőség volt az Amerika nap pályázat. Amerikában biztos, hogy nem jutunk el egy könnyen iskola projekt keretében, de így a gyerekek bepillantást nyerhetnek az amerikai életben is. Nyelvtudáson kívül még miről szólt ez a pályázat, tehát mit tudtak meg a gyerekek Amerikáról? Témánknak az American Dream, fictional reality, vagyis az amerikai álom, fikció vagy valóság címet választottuk, és az volt a célunk, hogy a gyerekek reális képet kapjanak részben az Egyesült Államokról, részben pedig életben eligazodásról, érvényesülésről, ami segítheti őket a továbbiakban. Úgyhogy a prezentációikkal, amikkel az első órában találkozhatunk majd, azoknak a keretében is erre készültek, azt vizsgálták, hogy milyen előrejutási, érvényesülési lehetőségek vannak, milyen nehézségei, buktatói lehetnek ennek, és hogy a magyar és az amerikai kultúra hol ér össze, hol találkozik, hát erre számtalan példát találhattak. Három emberről beszéltünk, akik magyar származásúak vagy magyarok, és kimentek Amerikába, és ott lettek híresek, vagy hát ott ismerte őket jobban meg a világ. Hát szerintem ez egy nagyon érdekes téma, mert nagyon sok ilyen ember van szerintem, akik magyarok, és aztán kimennek külföldre, és ott meg ismertek lesznek. Ez a három személy szerintem elég ismert, már mint hogy körülbelül mindenki ismeri őket. Neumann János, a másik a Kiss bandának az egyik tagja Simon, és a harmadik pedig Károly Béla. Hát ők olyan emberek, akikre szerintem felnézhetünk már, mint hogy elég sok jó dolgot csináltak így az életben. Úgyhogy szerintem jó alapok voltak erre a prezentációra. A leginkább a kulturális dolgok vonzották őket. Nagyon érdekesnek találták, hogy milyen sok magyar emberre, híres amerikai magyar emberre bukkantak rá, miközben készítették a pályázataikat. És lehetőség nekik is a jövőjüket tekintve. Itt most lesz egy Fulbright-os előadás is, egy hajdani Howard diák is jön, úgyhogy nagyon életközeli
számukra. Ugye az iskolában a legjobb ilyen angol csoportban vagyunk, és sokszor csinálunk prezentációkat, és ezért gondoltuk azt, hogy jelentkezünk erre is, mert jó lehetőség, és így is tudunk fejlődni a prezentáció készítésben. És éppen a prezit választottátok, mint témát, miért ez? Igazából a témát én találtam ki, mivel részt vettem többször is olyan programban, amikor meglátogattuk az irodáját, és ez a cég engem nagyon inspirált, és ezért gondoltam, hogyha már Magyarország és Amerikának a kapcsolatáról kell csinálni prezentációt, akkor lehetne ez a téma. És miért volt inspiráló számodra? Nekem igazából főleg azt tetszett, hogy a kreativitást és a nagyon előtérbe helyezték, és hogy személyiségközpontú az egész, és nem a lexikális tudáson alapul, mint mondjuk a magyar oktatás főképpen. Nagy követség sajtót a Séjának előadás a diplomata karrierről fog beszélni, tehát az is egyfajta pályaorientációs téma, és az ezt követő workshopok is ezt a témát taglalják. Részben továbbtanulási információkat kapnak a gyerekek, ellátogat hozzánk a Fulbright Magyarországnak egy képviselője, illetve a Harvard Alumni Klub egy tagja, úgyhogy ők a felsőoktatási lehetőségekről és a talpon maradásról és céltudatosságról fognak beszélgetni a gyerekekkel. Lesz workshopunk a General Electric munkatársaival, illetve a HP Enterprise képviselőjével, és lesznek kifejezetten kulturális workshopok, lesz egy Broadway-tól Hollywoodig téma, ami nagyon népszerű volt a diákok között, hiszen az egyik iránya az iskolának az a drámatagozat, úgyhogy számukra ez roppant izgalmas. Lesz szó multikulturalizmusról, és lesz szó amerikai látnivalókról és kis turisztikai programról is. Az Amerika Nap keretében süti versenyt is szerveztek, amerikai süteményeket készítettek a fiatalok. A zsűri egyik tagja az Amerikai Nagykövetség kulturális tanácsosa volt, aki előadást is tartott a diákoknak. Well, of course, it's great to be here at the high school and to. Nagyszerű, hogy meghívtak erre a sütemény kóstoló versenyre, és egyfajta nosztalgikus érzeteim is vannak, miközben kóstoltam a süteményeket. Eszembe jutott a gyerekkorom, amikor élmény volt lehetőségem arra, hogy ezeket a süteményeket fogyasszam, és hát ez visszahozta a gyerekkori emlékeket. A kollégáimmal az EMI-ből és a GE-től úgy határoztunk, hogy a fahéjas sütemények és fahéjas golyók nyerték el a tetszésünket leginkább. Ha már említett a gyerekkorát, akkor nem tudom, a diplomata lét vagy a diplomácia iránti érdeklődés az milyen messzire nyúlik vissza. Mit ajánlana a fiataloknak, vagy miért ajánlana ezt a kicsit talán számukra sokszor misztikusnak tűnő szakmát? I actually decided to be a diplomat after I got out of graduate school. Viszont későn kezdtem el azon gondolkozni, hogy diplomata legyek. Már végeztem a tanulmányaimmal, és akkor gyakorlatilag ez a harmadik állásom, ami a diplomáciába vezetett. Ez átlagosan azt mondhatnánk, hogy olyan 30 éves koruk körül kezdik el az emberek a diplomáciai karriert megfontolni. Nagyon szeretem a munkámat, örömmel tekintek az elé, hogy most beszéljek itt a gyerekekkel, és hát az egyik legfontosabb feladatunk az, hogy elmagyarázzuk, elmeséljük, hogy kik vagyunk mi amerikaiak, és mit csinálunk mi. Ön miért szeret amerikainak lenni? Mit jelent önnek amerikainak lenni? I'm very proud not just to be an American but to be an American diplomat and to represent. Nem csak amerikai, arra vagyok büszke, hogy amerikai vagyok, hanem arra inkább, hogy amerikai diplomata vagyok. És hogy mit jelent nekem ez a lét? Nagyon büszke vagyok arra, hogy képviselhetem a szabad szólásszabadságot, hogy mit jelent a szabadság, mit jelent a demokrácia. All of that really means something to me. It makes me feel very patriotic. Tapasztalatok, hogy egyébként mennyire van a gyerekeknek, fiataloknak reális képük Amerikáról, mennyire ismerik, vagy tényleg mennyire reális az a kép, ami bennük él? De azt gondolom, hogy a fő képet a filmekből és sorozatokból szerzik, tehát azért is tartottuk ezt nagyon fontosnak, hogy azért helyre kell ezeket a dolgokat rakni, és tényleg megtalálni az álom és a valóság között a
az igazságot. Igazából sokat nem változott a képem Amerikáról. Előtte is így szerettem, mert szerintem nagyon szép ország, mert csak nem érted azzal egyet, hogy ennyire mindenki ennyire dicsőíti, mert sokkal teljesebb, másabb a helyzet, mint ahogy azt elképzelik az emberek. De ezzel most is ugyanígy vagyok. És mi az, ami mondjuk az amerikai kultúrában érdekes vagy vonzó számodra? Én nekem a történelme nagyon. Amikor benépesítették Amerikát a mostani emberek. Az őszakos kultúra meg ezek. A világvezető nagyhatalmai közé tartozik, és én is hát napi szinten követem az amerikai híreket, illetve hát szeretem mindig követni az ott történő dolgokat, mert számomra érdekes, és majd egyszer szeretnék én is elutazni oda, vagy akár oda költözni. Nekem nem nagyon változott semmi így az egészben, mert ismerem Amerikát olyan szinten, hogy tudom, hogy mi zajlik ott valójában most is, meg mi zajlott, mert szeretek tisztában lenni az ilyen dolgokkal. Mi a te személyes Amerika képed? Hát Amerika az mindig is így a nagy álmoknak a földje volt számomra, meg a szabadságé, ahol az emberek önmaguk lehetnek, stb. Nyilván ez ugye nem teljesen biztos, hogy így van, tehát azért nyilván ők is kontrollálva vannak egy szinten.